Köszöntöm Önöket, ez a Color TV híradója március 23-án csütörtökön. Jó estét kívánok! Híradónk elején nézzük a legfontosabbakat röviden. Folyamatos a munka, jó ütemben halad a 26-os elkerülő út építése. Zajlik a felújítás, szeptemberre elkészül az Eszterlánc óvoda új épülete. A NAV elkészítette, már elérhetőek a bevallás tervezetek. Jó ütemben halad a 2606-os jelű Kazincbarcika Mucsony összekötő útnak a korszerűsítése és korrekciója. A kivitelező a közel 2 kilométeres útszakasz nyomvonalát építi át, annak burkolatát erősíti meg a 26-os elkerülő út északi végpontjához kapcsolódva. A beruházás elemeként körforgalmi csomópont épül, a felújítása nyár végére készül el. A projekt a 26-os számú főút Sajó-Szentpéter-Berente elkerülő út megépítésének képezi a részét. Dolgoznak a munkagépek, javában zajlanak a földmunkák a 26-os elkerülő út Sajó-Szentpéter-Berente közötti közel 11 kilométeres szakaszán. Van, ahol már a töltést építik a szakemberek, és van olyan terület is, ahol már az aszfalt rétegek is felkerültek a nyomvonalra. Az építkezés részeként két új körforgalmat alakítanak ki. Az épülő elkerülő út és a 27-es főút csatlakozásánál, valamint az épülő út és a 2606-os jelű Kazincbarcika Mócsony összekötő út csatlakozásában. A 27-es útnál elkészülő körforgalom átadásához egy ideiglenes terelőutat is kialakítottak, amelynek műszaki átadása már megtörtént. Hamarosan birtokba vehetik az autósok. Erre azért van szükség, hogy a körforgalmat forgalomkorlátozások nélkül lehessen majd megépíteni. A kivitelező arra törekszik, hogy minél gördülékenyebben tudja ugye a forgalmat átvezetni ezen a majdani csomóponton. A körpályát elkezdi majd, miután ráengedte a forgalmat az új ideiglenes útra építeni. Magának a körnek az alakja az körülbelül olyan nyár elejére fog kirajzolódni, és a befejezési munkálatok azok őszre készülnek el, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy ősszel rá is fogja engedni majd az elkészült pályára a forgalmat ismét a kivitelező. Emellett a 2606-os út körforgalmának földmunkáit végzik. Az építkezés a forgalmat ezeken a helyszíneken várhatóan nem fogja befolyásolni. Ezzel párhuzamosan 8 műtárgy is épül. Elkészült a Miskolc-Bárréve vasútvonal kereszteződésénél lévő híd, és megtörtént a Sajón átívelő új híd betolása is. A teljes projekt több mint nettó 35 milliárd forintba kerül. Közel 11 kilométeres szakasznak a kivitelezését a Hedó és a Solt út Kft. Végzi, és ennek a nettó értéke 29,9 milliárd forint, és ugye hozzá kapcsolódik a 2606-os jelű Kazincbarcika Mucsony összekötő útnak a korszerűsítése és korrekciója, ezen egy másik csapat a Stravag dolgozik, és ez 5,3 milliárd forint értékben valósul meg. És ennek a pici szakasznak, mert ez egy rövid, közel 2 kilométeres szakasz, a beruházásnak a várható időpontja itt ennél a 2 kilométernél az idei év nyara. Az elkerülő út műszaki átadása 2024. januárja. Utána van még egy forgalomba helyezési eljárás, ami 30-60 napot vehet igénybe. Ezt követően használhatják majd az elkerülő utat a közlekedők, ígérte a beruházó. A távfűtési szezon lassan a végéhez közelít. Kazincbarcikán az országos átlaghoz képest kiemelten sok, körülbelül 8000 távfűtéses ingatlan található. A távhőtörvény szerint a szolgáltatónak szeptember 15-e és május 15-e között kell rendelkezésre állnia. Hogy mikor induljon és mikor álljon le a fűtés ezen időszakon belül, azt a társasház közösség dönti el. Kazincbarcikán az intézmények fűtése úgynevezett jelleggörbe alapján, míg a távfűtéses lakásokban a külső hőmérséklet alakulásának függvényében működik. Kazincbarcikára is visszavonhatatlanul megérkezett a tavasz. Napközben a hőmérséklet jóval 10 fok feletti, és már éjszakánként sem süllyed jelentősen fagypont alá a hőmérőhigany szála. Kazincbarcikán jelentős számú, mintegy 8000 ingatlan tartozik a távfűtéses rendszerhez, amely magas szintű komfortot biztosít a lakók vagy az intézmények számára.
A szeptember 15-e és május 15-e közötti fűtési szezonban a Barcikaszol Kft. Biztosítja az ingatlanokban a meleget. Jó meleg, mert az enyém kicsi is, egy szobakonyhás, úgyhogy jó meleg. Nekem 100%-osan kielégítő. Földszinten lakok, ha hideg van, akkor befűtnek, ha jó idő van, akkor lejjebb veszik, szóval pedig fázós vagyok. És még így magamba ízéltem is, hogy mennyire gondoskodóan, takarékosan csinálják ezt a fűtést, úgyhogy én 100%-osan meg vagyok elégedve vele. A távfűtés akkor áll le, ha a napi átlag hőmérséklet 3 egymást követő napon meghaladja a 12 fokot, vagy egy napon a 14 fokot. Ezen kívül a társasház közösség képviselője külön is kérheti a fűtés leállítását. A közintézményeknél jelleggörbe alapján van beállítva a fűtés szabályozása, vagyis például, ha az óvodákból már hazamentek a gyerekek, akkor alacsonyabb hőfokon működik a rendszer, és csak akkorra éri el ismét a kellő hőfokot, amikor megérkeznek az óvodások az intézménybe. De ugyanígy figyelünk a hétvégére is, tehát hétvégén is hasonló metodika szerint működik, illetve hogyha nagyobb kiesések vannak, például egy téli szünet vagy egy tavaszi szünet. Dr. Kovács László, a Barcikaszol Kft. Ügyvezetője televíziónknak azt is elmondta, hogy Kazincbarcikán 122 hőközpont működik távfelügyelettel, így pontos ismereteik vannak minden pillanatban arról, hogy hogyan működik a rendszer. A hőközpontjaink úgy vannak beállítva, hogy a külső hőmérséklet alapján szabályozzák az épületekben a fűtést. Ez praktikusan azt jelenti, hogy amikor nappal emelkedik a külső hőmérséklet, akkor egyre gyengül a fűtés. Ezért lehet az, hogy a lakók napközben, amikor ilyen napos jó idő van, és kint már 15-16 fok adott esetben, akkor azt tapasztalják, hogy langyos a radiátor, nem pedig meleg. A távfűtést biztosító melegvíz keringetése 18 fokos külső hőmérsékletnél áll le, ám amint süllyedni kezd a hőmérséklet, újraindul a rendszer. A Barcikaszol Kft. Ügyvezetője azt is hangsúlyozta, hogy a hőszolgáltató társaság a városban lefektetett távhővezetékekért és a hőközpontokért felel, onnantól pedig a társasházak felelőssége a rendszer. Vagyis, ha valaki saját otthonában nem szakszerűen végzi, vagy végezteti el a fűtés korszerűsítését, és az leálláshoz vagy problémához vezet, azt az adott társasház közösségnek kell megoldania. Korszerű a mai kor színvonalának megfelelő épületet kap a kazincbarcikai Eszterlánc óvoda, a Magyarországi Református Egyház országos óvoda programjának keretében. A beruházás jó ütemben halad, így az új, négycsoportos, 100 férőhelyes intézmény idén szeptembertől fogadja a gyermekeket. Javában zajlik az építkezés az Eszterlánc óvoda új épületében. A munkálatok tavaly nyáron kezdődtek, és az ütemtervnek megfelelően haladnak. A műszaki átadás átvételi eljárás június 30-áig lezárul, így az új nevelési év kezdetére befejezik a korszerűsítést. Az új óvodában 4 tágos csoportszoba kap helyet saját mosdóval, ágytárolóval és öltözővel. Kialakítanak tornaszobát, könyvtárat, orvosi elkülönítőt, sószobát, foglalkoztatókat és kiszolgáló helyiségeket, valamint irodablokkot és melegítő konyhát is. Az udvaron korszerű játszóudvar és veteményes kert várja majd a gyermekeket. Minden csoportnak saját homokozója lesz, napvitorlával felszerelve. Teljesen új bútorok lesznek, teljesen új lesz az egész óvodának az arculata. Ami nem fog változni, az az, ami most is jellemző ránk, hogy szeretetben neveljük a gyerekeket. És én azt gondolom, hogy aki itt van nálunk, az szeret ebbe az óvodába járni. Kakaó, bizony, úgyhogy Zai nagyon ügyes volt, már neki van egy pontja. Az építőkúti Eszterlánc óvodát 2019-től tartja fenn a Tiszán inneni református egyházkerület. A fejlesztéssel, amely a Magyarországi Református Egyház országos óvodaprogramjának keretében valósul meg, és a magyar kormány támogatja, egy új és méltó épületet szeretnének biztosítani az ide járó gyermekeknek és az óvodapedagógusoknak. Kazincbarcika egy nagyon fontos területe az egyházkerületünk oktatási palettájának, hiszen itt működik az Irinyi János Református Oktatási Központ, amiben már van általános iskola is, van egy középiskola is, így különösen fontosnak tartottuk azt, hogy Kazincbarcikán ez alá, az intézményrendszer alá egy
óvodával is hozzájáruljunk az itt lévő oktatási palettának, választéknak. A Modern, a pedagógusok és a kisgyermekek igényeit is kielégítő intézmény idén ősszel nyitja meg kapuit, ahová már várják a jelentkezéseket. Az Eszterlánc óvoda mindennapjaiba április 5-én délután 3:30-tól nyerhetnek betekintést az érdeklődő kazincbarcikai és környékbeli családok. Az óvodai beiratkozás április 20-án és 21-én lesz. Az ügyfélkapunk keresztül már elérhetőek és szükség esetén módosíthatóak az adóbevallás tervezetek. Aki egyetért a tervezet adataival és azt nem kell semmivel kiegészítenie, annak nincs további teendője. Május 22-én a tervezete érvényes SZIA bevallássá válik. Az SZIA 1+1%-ának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni, elektronikusan és papíron is. Sűrűn látogatott weboldal mostanában a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapja, ahol március 15-től a központi azonosítási ügynök, röviden a KAÜ segítségével bárki megnézheti a saját 2022-re vonatkozó adóbevallási tervezetét. Akinek nincs azonosítója, az legegyszerűbben valamelyik okmányirodában, kormányablakban vagy NAV ügyfélszolgálaton igényelheti. Kazincbarcikán a Jó Szerencsét út 6 szám alatt várják az adózókat, kett kivételével minden hétköznap. Nekem van egy egyéni vállalkozásom, és a online felületen töltöm ki, letöltöm a NAV-nak a JAR programját, azon keresztül töltöm ki, és ügyfélkapon keresztül jutom be a bevallást. A bevallás asztali számítógépen, illetve bármilyen okos eszközön, tableten, telefonon is jóváhagyható, szerkeszthető. Aki egyetért a tervezet adataival és azt nem kell semmivel kiegészítenie, annak nincs további teendője. Május 22-én a tervezete érvényes SZIA bevallássá válik. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is készül tervezet, de náluk ahhoz, hogy a tervezetből bevallás legyen, azt a beküldés előtt mindenképpen ki kell egészíteniük a tavaly szerzett jövedelmek adataival, közölte Lőrinci Bernadett, a NAV Borsodabaúj-Zemplén vármegyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense, aki a leggyakrabban előforduló hiányosságokra is felhívta a figyelmet. A papír alapú bevallások esetében továbbra is előfordul, hogy azok aláírás nélkül érkeznek. Vagy a kifizetők által levont adóelőleget nem a megfelelő sorban szerepeltetik az adózók. Gyakori hiba, hogy a családi adókedvezménynél a jogosultsági hónapokat helytelenül határozzák meg, vagy a szülők együttesen túligénylik a rendelkezésükre álló keretösszeget. Egyéni vállalkozóknál megtörténik, hogy az adószámokat nem tüntetik fel a bevalláson, illetve a hibás őstermelői igazolványszám szerepeltetése is fontos ahhoz. A tavaly évhez képest változás, hogy a gyermeket nevelő magánszemélyek adó visszatérítése nem érvényesíthető, azonban számos kedvezmény igénybe vehető. Például a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, a 25 év alattiak kedvezménye, a betegségek után járó személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye és a családi adó kedvezmény. Az adóbevallás tervezet ellenőrzése mellett az adózók rendelkezhetnek a befizetett adójuk 1+1%-ának felhasználásáról is. Így a pénz egyik részét felajánlhatják egyházaknak, vallási közösségeknek, másik részét pedig civil szervezeteknek, mint például a Borsod Állatvédő Alapítványnak. Kis híján egy kazincbarcikai lakos esett internetes csalók áldozatává néhány héttel ezelőtt. Az érintett bankszámlájáról 8 millió forintot próbáltak meg leemelni, ám a gyors közbenjárásnak köszönhetően az akció meghiúsult. A Color TV rendőrségi magazinjában dr. Sallai István, a kazincbarcikai rendőrkapitányság vizsgálati osztályvezetője hívta fel a figyelmet az adathalászok és internetes csalók módszereire. Leggyakrabban a pénzintézetek nevében telefonálgatnak és próbálnak adatokat kicsalni az ügyféltől, vagy programot töltetnek le az áldozatok eszközeire, esetleg csomagküldő vagy streaming szolgáltatónak álcázva magukat, egy linkre navigálják az ügyfelet, amin keresztül hozzáférnek a bankkártya adatokhoz. Én azt gondolom, hogy a pénzintézeteknek már egész komoly bankbiztonsági rendszere van, ez sokat szokott segíteni, ha időben cselekszik az áldozat.
Tehát én azt javaslom, hogyha ilyen dolog történik, akkor rögtön a pénzintézetet keressék meg telefonon a károsultak, és függesszék fel rögtön azt a netbankos fiókot, a bankkártyájukat, mert ezzel lehet, hogy el tudjuk kerülni, ha esetleg már történt onnan tovább utalás, esetleg egy újabb utalást meg tudunk vele akasztani. Mintegy 3 évtizedes múltra tekint vissza Kazincbarcikán a Szabó Zoltán szép kiejtési és a Petőfi Sándor vers és prózamondó verseny. A Covid időszak után idén ismét megrendezték az általános iskolás diákok megmérettetését, amelynek a Dózsa György tagiskola adott otthont. A ti verseitek és a ti meséitek lesznek azok, amelyek segítségével a felnőtteket ma ti igazi kis világotokba elhalauzoljátok. Több mint 100 alsó tagozatos diák mutatta be tudását a zsűri előtt vers, próza és olvasás kategóriában a Szabó Zoltán szép kiejtési versenyen. A felsősök megmérettetésén, a Petőfi Sándor vers és prózamondó versenyen pedig mintegy 60 fiatal indult. Nagyon fontos, hogy a szép kiejtés vezet ahhoz, hogy sikeres felnőttek lehessenek. Mert hogyha szépen beszéltek, megválogatjátok a szavaitokat, szépen artikuláltok, ahogyan most tanították nektek a tanítónéni, akkor sokkal többen fognak titeket megérteni. A megnyitón Klimon István Kazincbarcika alpolgármestere buzdította a gyerekeket kitartásra, és mondott köszönetet nekik és felkészítő pedagógusaiknak a részvételért. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy csigas család. A két verseny 2 délután zajlott a Dózsa György tagiskolában. Az alsósok 5 kategóriában, a felsősök pedig 4-ben szavaltak, mondtak prózát, vagy olvastak egy történetet. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen rendkívüli felkészültségükről adtak számot a diákok. Az osztályfőnök adott verseket, és onnan lehetett választani, és úgy gondolom, hogy egy kis kihívás, egy 13 versszakos verset Varró Dánielt, a Miért üres a postaláda mostanában című verset választottam. A zsűri pontozással döntött el, kik kerülnek a dobogóra, és minden kategóriában választhattak egy külön díjast is. A díjazottak könyvjutalmat és oklevelet vehettek át, és minden résztvevőt emléklappal jutalmaztak a versenyen. Bejutott a férfi röplabda bajnokság elődöntőjébe a Vegyész RC Kazincbarcika, miután a negyeddöntő 3. mérkőzését is megnyerte a kis teszt ellen. A kék-sárgák 3-1-es sikerükkel 3-0-ra nyerték a 3 győzelemig tartó párharcot, így a legjobb 4 között a MÁV előre Székesfehérvár ellen pálya előnyből várják a bajnoki folytatást. 2 győzelem után a 3. siker már elődöntőt ért, és ezt tudták a barcikaiak is. Ám a keddi mérkőzés első szettjében a kis text fittyet hányt mindenre, és alaposan bekezdett. A vendégek elhúztak 7-4-re, és a Vegyész csak futott az eredmény után. Csupán Csoma volt az, aki tartotta valamelyest a lépést a fővárosiakkal. A vendégeknél Reyes és Kocsondi szerezte a pontok többségét. Toronyai Miklós időkérései sem sokat segítettek, a kis text végül 25-18-ra hozta az első játszmát. A 2. szakaszra becserélte legjobbjait a hazaiak mestere, és ez meg is látszott a borsodiak játékán. A kezdeti nehézségeket követően elkapták a fonalat a vendéglátók, és 12-7-es vezetésüknél simának tűnt a szett. A hajrában még feljött a budapesti csapat 22-21-re, de többször hibázott, így a Kazincbarcika nyerte 25-22-re a szakaszt. A 3. felvonás közepén Szabó Dávid pontjaival lépett el a VRCK, és 4-5 pontos előnyét megtartva végül 25-20-ra nyerte a játszmát. A 4. szedben a meccsben maradás volt a tét a kis text számára. Novoselov és Fazekas vezetésével meg is volt az esélyük, hogy egyenlítsenek, és a hajrában Reyes 2 áznyitásával 22-21-re náluk volt az előny. Ekkor jókor jött Szabó és Reffatti pontot érő támadása, így a barcikaiak a szettet 25-23-ra, a mérkőzést 3-1-re, a párharcot pedig 3-0-ra nyerték meg. Az elődöntőben a MÁV előre Székesfehérvár lesz Toronyai Miklós tanítványainak ellenfele, és az ugyancsak 3 sikerig tartó párharcot hazai pályán kezdheti majd meg a Vegyész április elején. Hét
Híreink végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Folyamatos a munka, jó ütemben halad a 26-os elkerülő út építése. Zajlik a felújítás, szeptemberre elkészül az Eszterlánc óvoda új épülete. A NAV elkészítette, már elérhetőek a bevallás tervezetek. Kedves nézőink, ez volt a Color TV híradója. Friss hírekkel egy hét múlva ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Híreinket megtalálják és újra nézhetik a Color Line-on és YouTube csatornánkon. Észrevételeiket írják meg nekünk. Címünk szerkesztőség@barcikaart.hu. Én híradót készítő munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!